Bridget Wenninger, Eve ívtárlat, 24 karácsonyi mese, 6. fejezet, Kismiklós és Nagy Miklós. A faluban mindenki ismerte Miklós a fura öreg embert. Egyedül élt, kidölt bedölt kunyhújában, és hét szemre ki sem dugta az orrát. Mindig ugyanazt a ruhát viselte, egy hosszú, vöröses barna kabátot és egy hegyes sipkát, amitől sovány alakja még hórihorgasabbnak tűnt. Még a legmelegebb nyáron is vastag csizmát viselt, és ugyanabban járt télen is. Bizony, a falubeli gyerekek gyakran csúfolódtak vele. Legtöbbször azt kiállpálták utána, hogy titkos Miklós, meg azt, hogy Móka Miki, aztán vihogva elszaladtak, mikor az öreg megfenyegette őket a botjával. Mindenfélét kitaláltak a bosszantására. Az öreg kertjében állt a környék legszabalma fája, amely minden évben sok finom illatos almát termett. Messzi földről származó, ritka réi fajta lehet, sútyorogtak a falubeli asszonyok, és sóvár pillantásokkal méregették a fát a kerítés felett. A fiúk viszont azzal szórakoztak, hogy átmásztak a kerítésen és lopták az almát. Csak mulattak rajta, amikor az öreg kiabálva a kiviharzott, hogy elkapja őket. Mindig sikerült meglogniuk előle. Egy késő őszi estén azonban egy kisfiú nem volt elég gyors. Hiába próbált felkapaszkodni a magas kerítésen, nem bírta átmászni rajta. Az öreg Miklós egyre közelebb ért, és dühösen lóbálta a botját. A kisfiú rémületében és kimerültségében a földre esett. Összehúzta magát félelmében, eltakarta a szemét, és remegve várta a verést. Amikor az öreg odaért, nem sújtott le rá a kezét nyújtotta és segített neki felállni. Nem bántalak, te ördög fióka, morogta az öreg. Meg ne lássalak itt többet, nem értem, hogy miért jön ide mindenki. Letörítek az ágakat, megtépázzátok a fát, szerintetek ez szórakozás? Nem, suttogta a fiú. Ez bátorságpróba. Én is olyan bátor akarok lenni, mint a nagyok. Különben kinevetnek. Sokáig nézték egymást az öreg és a gyerek. Aztán az öreg kezet nyújtott és bemutatkozott. Miklós a nevem. Tudom, mondta a fiúcska, az én nevem is Miklós. Egyszerre kezdtek el nevetni, titkos Miklós csúfolták magukat éneklő hangon. Mit szólnál ahhoz, ha adnék neked egy almát? kérdezte nagy Miklós. Jobb ízű, mint a lopott gyümölcs. Kis Miklós pólintott és bement vele a házba. Bent körülnézett és elámult. A szoba minden falát polcok borították, és a polcokon csupa-csupa befőttes üveg sorakozott. Alma lé, alma püré, alma lekvár, alma kompót, alma jam. Az öreg ember átment a szobán, és kinyitotta a szomszéd szoba ajtaját. Ott is polcok borították a falakat, és rajtuk sok-sok alma sorakozott szép rendben. Na hát, kiáltott fel kis Miklós, ki fogja megenni ezt a rengeteg sok almát? Nagy Miklós szomorúan csóválta a fejét, nem tudom, már nem maradt senkim, és vendégek sem jönnek hozzám. Soha. De azt mégsem hagyhatom, hogy ez a rengeteg gyönyörű alma megrothadjon. Vegyél nyugodtan, amennyit csak akarsz. Kis Miklós kiválasztott egy mosolygó piros almát. Elgondolkozva harapott bele, aztán felragyogott az arca. Figyelj csak, nagy Miklós, támadt egy ötletem. Két hónappal később furcsaságok történtek a falucskában. Ha valaki kilesett volna Mikulás éjszakáján az ablakon, Két fura figura ötlött volna a szemébe. Egy megrakott szánt húztak a csikorgó hidegben, de senki nem látta és hallott őket, mert mindenki tévét nézett a jó meleg Az egyik alak hóri volt, a másik pici. Mindketten hosszú kobátot és hegyes sípkát viseltek. Minden ház előtt megálltak és leemeltek a szánkóról egy zs zsákocskát. Mosolygó piros almák voltak benne, egy üveg almalekvár, dzsem vagy almapüré, és egy marék földi magyaró letették a zsákocskát a küszöbre, aztán kézen fogva tovább mentek egészen a következő küszöbi. Amikor a szán már üres volt, a két fura figurán nevetve tűnt el egy kerítés mögött, ahol egy hatalmas almafa állt. Egyetlen ágán sem volt már alma. Szerettéd tudni, hogy ki volt ez a két fura alak? A megoldás ott van elrejtve, a földi magyaróban. Tört fel a híjat, vett ki a magyarót, ügyesen dörzsöd le róla a barnás-vörös híjat, és óvatosan patnés ketté, és már tudni is fogod a választ.